Ram Forge. És ezzel üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ezúttal nem egy végigjátszás lesz, hanem egyfajta bemutató, vagy kefcsináló. Ezúttal Dungeons 2 című RTS játékot fogjuk megnézni. Azon belül, műfajon belül ez egy Dungeon Management játék, aki esetleg nem ismerni, annak talán hát mondhatni, hogy a Dungeon Keeperhez hasonló, mármint így alműfaj tekintve, hogy ez is Dungeon Management játék, de ez mégis egy teljesen más IP, teljesen más széria, más fejlesztő csapattól, ugye csak hát ugye a műfajban olyan kevés játék képviselő van, hogy gyakorlatilag nem igazán tudjuk máshoz hasonlítani. Na, lényeg, hogy a játék, ezek a grafikai beállítások, és sok mindent be lehet állítani, hogy a játékra vonatkozóan, például, hogy a narrátor mennyire legyen szószátyár, meg hogy adjon hinteket, tehát tanácsokat, akkor az irányítást is lehet választani a módot, hogy milyen móddal. A játék tehát németül, illetve teljes német szinkronnal fog menni. Most itt láthatjátok, hogy van, hogy folytatás, az azért, mert korábban én már játszottam ez a játékkal, konkrétan tavaly. Az alapjátékot én már korábban végigvittem teljesen, előről a végig, plusz a Winter Games nevű DLC-nél ott azt hiszem, hogy feléig jutottam, de iszonyat nehéz volt, aztán valamiért abba hagytam, azóta sem fejeztem be. Lényeg, hogy ez nagyon-nagyon régen volt, így konkrétan kb. Egy éve. Így az egy év alatt már nagyon sokat felejtettem, ezért is szeretnék egy teljesen új játékot kezdeni, mert nekem is fel kell frissítenem az itteni tudást, illetve az alapokat, hogy pontosan hogy megy, mert nagyon-nagyon régen volt, és... Es war geschafft. Igen. Abermals stand die Armee des ultimativen Bösen vor dem... Es war soweit. Die Truppen des absoluten Bösen hatten die Allianz bis zu ihrer Hauptstadt Königsschlund zurückgeschlagen. Die Zeit für die finale Schlacht war gekommen. Macht euch bereit, die Allianz und damit das Gute in diesem Land ein für alle Mal auszuradieren. Ja, ez Spoiler volt, ez az utolsó, az utolsó pálya. Königsschlund, az a végső csata. Azt hiszem, akkor ez az első. Irgendwo in den Tiefen eines Dungeons erwachte das ultimative Böse. Es wusste nicht, was geschehen und warum es erwacht war, aber es sann auf Rache. Igen. Akkor kezdjünk egy új játékot, és megnézzük, hogy miféle játék ez. Amúgy erről a játékról... Na, indítom már egyszer. Die letzten Helden des Landes hatten sich zusammengetan und huben zu einem mächtigen Bannspruch an. Mit einer drohenden Geste und einem Ich komme wieder auf den Lippen versank das absolute Böse. Das absolute Böse wurde gebannt und seine Essenz zersprang in mehrere Teile. Seine Schreckensherrschaft war beendet. Die guten Völker der Oberwelt jubilierten und für ihre Allianz begann ein Zeitalter des Friedens. Die bösen Kreaturen wurden in den Untergrund verbannt, aus dem sie gekommen waren, verdammt dazu, als Kanonenfutter für vergnügungssüchtige Abenteurer zu dienen. Versteckt an den unzugänglichsten Orten der Welt ruhten indes die verbliebenen Aspekte des absoluten Bösen. Niemals wieder sollte es das Licht der Oberwelt erblicken. Bis zu diesem Tag, irgendwo tief unter der Erde, erwachte das ultimative Böse. Így van. Na tehát ez a töltőképernyő. Minden töltőképernyőn kiír különböző tanácsokat a játék. Na? Und die Hand des Terrors erhob sich, gesteuert
durch das ultimative Böse. Los, Hand des Terrors! Erhebe dich doch endlich! Es war wohl vernünftig, den Raum zu erkunden. Dazu musste zunächst Licht gemacht werden. Oh. Noch nicht hell genug. Im Licht konnte man nun einen alten Thronsaal ausmachen. Die Umstände blieben rätselhaft. Die Hand des Terrors flog durch den Thronsaal, jedem Gedanken des ultimativen Bösen folgend. Nach ein paar Flugübungen konnte das ultimative Böse die Hand mühelos steuern. Es war an der Zeit, Kreaturen hervorzurufen, die ihm ergeben waren und für ihn die Drecksarbeit verrichten würden. Schnodderlinge waren der Bodensatz eines jeden Dungeons und kümmerten sich um dessen Instandhaltung. Flugs heuerte das expandierende Böse einen an. Na igen, ugye nyilván az első küldetés ilyen tutoriál jellegű, de nem baj. Legalább az alapokat ti is érteni fogjátok. Nach einigen klugen Abwägungen entschied sich das ultimative Böse, jetzt einen Schnodderling anzuwerben. Jó, csinálom, igen. Der erste Schnodderling erschien und war bereit für die Arbeit im Dungeon und dazu vor dem ultimativen Bösen im Staub zu kriechen. Schnodderlinge waren wichtig für das ultimative Böse, denn sie kümmerten sich um viele wichtige Kleinigkeiten, wie beispielsweise das Ausgraben neuer Flächen. Das psionisch begabte Böse spürte etwas Wichtiges, das im Süden verborgen war. Es wies seine Schnodderlinge an, in diese Richtung zu graben. Igen, na most az itteni narrátorról tudni kell, ugye... Én folyamatosan a Dungeon Keeper 2-höz fogom hasonlítani, mert szerintem legtöbbetek azt ismeri a műfajon belül. Na most ugye a Dungeon Keeper 2-ben Richard Ridings volt a narrátor. Itt nyilván nem ő. Noch immer de... wussten die Schnodderlinge nicht, was sie tun sollten, als endlich die Hand des Terrors einen Bereich markierte, der ausgegraben werden sollte. Igen, de amit mondani akartam, hogy amíg itt a kommentátor én különböző frappán szövegeket pofáz végig, akkor is, főleg akkor, amikor a játékosokat tököl. És a játékban pont ez az egyik pozitív... Tudom, igaz. Würden im Süden Gefahren lauern, denen es noch nicht gewachsen war? Schnell verwarf es diesen Gedanken. Schließlich war es das ultimative Böse. Was könnte dort draußen eine Gefahr für es darstellen? Außer natürlich diese Heldengruppe, von der es überhaupt erst verbannt worden war. Na igen, ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogyha nem azt csinálja a játékos, amit éppen a kommentár mond, vagy javasol, akkor mindenféle piszkálódás, szurkálódás fog kapni a játékos, ahogy most is hallhattátok. Flink wie ein feiges Huhn machte sich ein Schnodderling auf den Weg zur markierten Stelle und hub an zu graben. De ez itt ez egyik pozitívum a játéknak, hogy nagyon-nagyon szellemes, nagyon kreatív és nagyon frappáns beszólásai vannak. Die Kreaturen des erfreuten Bösen waren offenbar fleißiger gewesen, als es gedacht hatte. Ein großartiger Dungeon hatte sich hinter der Wand verborgen. Alles war bereits vorhanden. Türen, Fallen, eine gut gefüllte Schatzkammer. Moment, Schatzkammer? Wo ist hier bitte schön eine Schatzkammer? Tja, nun gut, bei diesen hirnlosen Schnodderlingen durfte man nicht zu viel erwarten. Zunächst musste einiges Gold ausgegraben werden, um Platz für eine Schatzkammer zu schaffen. Flugs markierte die Hand des Terrors einige kleine Goldadern, damit die Schnodderlinge diese ausgraben könnten. Igen, most az első pályán nagyon-nagyon sokat fog pofázni a narrátor, mivel ugye ez a tutoriál, tehát itt végig mondani fogja, hogy mit kell csinálni. Közben még az osztást is kapni fogom tőle rendesen, hogyha sokat tökölök. Nachdem die Goldader markiert war, machte sich alsbald ein Schnodderling auf den Weg, um dort wertvolles Gold
für das gierige Böse abzubauen. Na most ugye ezek a Schnodderlingek, ugye ott Schnodderlinge, a Dungeon Keeper 2-ben ezek az Impact, hogy gondolom már rájöttetek arra, tehát ezek a úgynevezett egyszerű parasztok, akik ásnak, aranyat gyűjtenek, és a csapdákat meg az ajtókat viszik a helyre, ugyanúgy, ahogy a Dungeon Keeper 2-ben is. Gyakorlatilag itt is ugyanaz a szerepük. Nachdem das Gold zum Großteil abgebaut war, errichtete die Hand des Terrors flugs eine Schatzkammer an dieser Stelle, um das Edelmetall auch lagern zu können. Igen, most létre kell hozzunk egy kis tárat. Na most gyors info, mielőtt megint kapom az osztást a narrátortól. Itt az építkezés kicsit más, mint a Dungeon Keeper 2-ben. A Dungeon Keeper 2-ben ugye claimelni kellett a területet, így ilyen... Nem tudom, hogy mondják magyarul, a parasztoknál le kellett klémelni, és csak ott tudunk, a klémet területen tudunk építeni, itt viszont bárhova tudunk. Csak rá kell kattintani a földre, ki van, a kiástunk területet, oda azonnal tudunk építkezni. Így. Így. Mit bravur meisterte das clevere Böse diese Aufgabe. Von nun an konnten Schnodderlinge abgebautes Gold in einer Schatzkammer lagern, wo es dem gierigen Bösen zur freien Verfügung stand. Weitere Räume zu errichten oder neue Kreaturen anzuwerben. Schnodderlinge waren zwar schön und gut, aber zu schwach und zu feige, um den Dungeon verteidigen zu können. Nachdem es sich selbst nicht wehren konnte, würde das ultimative Böse einige Orks anheuern müssen. Doch diese verlangten nach Nahrung. Flüssiger Nahrung. Bier, um es ganz präzise zu sagen. Als nächstes war es also angeraten, eine Brauerei zu errichten. Dafür musste zunächst Platz geschaffen werden. Das ultimative Böse hatte das Gefühl, dass seine Diener nicht richtig spurten. Ob ein beherzter Klaps der Hand des Terrors auf die Arschbacke des Niedrigen das wohl ändern würde? Igen, man muss einsehen, ugye, említett a Schnodderlingek, tehát az Impact, nem tudják megvédeni a... Hát itt nem Dungeon Heart-nak hívják, ugye? De Trónzának hívják. Ugye a főépületet, amit mindenképp meg kell védeni. És a védelemhez kellenek orkok. És az orkoknak az alap ellátás itt nem csibe, hanem sör. És... Der Platz für eine Brauerei stand nun zur Verfügung. Igen. Und mit dem Schnippen eines Fingers des Terrors wurde der Raum gebaut. Igen, sörgyártásba kell kezdenünk, és a másik dolog, amit említett, hogy a kis impeket lelkesíteni lehet, úgymond, egy pofonnal. Ez ugyanez, mint a Dungeon Keeper 2-ben, nyomunk egy jobb egérgombot, miután kiadtunk egy parancsot. Itt lehet a Brauerra, hogy mondják ez magyarul, ahol sört készítenek, nem tudom mi a szak kifejezése rá. Sehr gut, doch der jüngst errichteten Brauerei fehlte ein Braukessel. Mit einem resignierten Seufzer kümmerte sich das überarbeitete Böse auch noch darum. Kicsit kibővítem itt. Még egy különbség a DK2-höz képest, ugye Dungeon Keeperben, amikor lefektettük az épületeket, ott automatikusan megépültek a szükséges eszközök. Itt nem. Itt amellett, hogy megépítjük a szükséges nagyságú területet, az eszközöket is ki kell építenünk rá. Ezt rögtön mutatom, hogy hogy néz ki. Minden épület más eszközt igényel. Kívül a kincstárat, csak le kell tenni a padlót és kész. Tehát itt ezt egyszer kibővítem. Így. És akkor rá kell kattintani, és itt van egy ilyen, hogy Braukessel. Hát ez a sörfőző eszköz, és akkor itt láthatjátok, hogy ez az épület, amelyet ugye 100%-os hatékonysággal tud működni, 40 hordó sört képes tárolni. Nyilván, hogyha tovább bővítjük, akkor ez a szám itt emelkedni fog. Na most, ugye minél nagyobb terület, annál több ilyen eszközt tudunk ráépíteni, ugye a...
épület árán felül még ez is pénzbe kerül, tehát ezzel is mindig számolnunk kell, hogy az épület és az ahhoz tartozó eszközt is belekalkuláljuk a költségeinkbe. Tehát ez igazából szerintem ilyen jó lesz. Große Mühe errichtete das fleißige Böse einen Braukessel, um so schnell wie möglich Wogen köstlichen Bieres herstellen zu können. Einer der Schnodderlinge begann am Braukessel zu arbeiten. Das nostalgische Böse verschob Gedanken an Oktoberfest und Blasmusi auf später. Jetzt standen wichtigere Aufgaben an. Sowohl Bier als auch Gold waren im Dungeon nun vorhanden. Es war an der Zeit, zum Schutz gegen gierige Helden und was sich sonst noch im Untergrund herumtrieb, einige Kreaturen zur Verteidigung anzuheuern. Momentan waren lediglich noch einfache Orks dem ultimativen Bösen treu ergeben. Der Rest der Horde hatte sich schwer betrunken und in alle Winde verstreut. Na, igen. Közben kibővítettem egy picit. A sörfőzést is ezek a kis impek csinálják. Ugye, igen, hogyha fölé visszük a kezünket az egyik fölé, így, akkor integetnek nekünk. Nagyon, ez nagyon aranyos amúgy. Nem csak az impekre, ez minden kreatúrára igaz. Aranyosan integet, figyeljétek. És így, szemét módon... Mit einem freundlichen und überhaupt nicht behutsamen Klaps ermunterte das sadistische Böse seine Kreatur dazu, gefälligst schneller zu arbeiten. Igen, most a pofonnal ugye... Hát... kicsit... fellelkesítettem, ugye? Most így gyorsabban fog nekünk dolgozni. Akarok még egy kis pénzt bányászni ezekkel, hogy tovább ki tudjam bővíteni, bár most nem lesz olyan nagyon nagy szükségünk sok sörre. De nem árt, ha van. Na most... az aranyról még annyit. Mivel láthatjátok, most már megemelkedett 70-re, és most már van 5 hordónyi sörünk. Ami azt jelenti, hogy tudunk hozni orkokat. Gyorsan az aranyról, ugye itt is különféle hát aranyfalak vannak, vagy aranysziklák, aranytömbök. Tudom. Offensichtlich mochte es sich nicht von seinen Reichtümern trennen. Dennoch musste es dies tun, denn wer sonst würde seine Schätze bewachen? Mit diesem Gedanken war es umgestimmt und zögerte keine Sekunde länger. Gleich heuerte es nun endlich einen Ork an. Moin, megvárod. Többféle ilyen arany szikla van. Vannak ezek a simák, és vannak ezek a sűrűbbek, ahol ilyen sűrűn van, mint itt. Ezekben sokkal-sokkal több arany van, viszont ezt lassabban tudják bányászni az impek. Tehát ezzel is kalkulálni kell, hogy ez sokkal gyorsabban ki tudják bányászni, viszont ebben kevesebb van. Ebben több van, de lassabban megy a bányászás. Itt ugyanígy. Ezekben kevesebb van, de gyorsan ki tudják ezt bányászni. És vannak ezek a ugye nem tovább bontható falak. Ezeket nem lehet kiásni. Na, pedig a lényeg hívása nem úgy megy, mint a Dungeon Keeperben, ugye, hogy ahol portállal, ugye, portált elfoglaltunk, és akkor randomszerűen jöttek a lények, nem. Itt, szerintem a Dungeons 2-ben, vagyis itt, szerintem jobb a lény, hát ez a lény management, mert itt mi tudjuk megvásárolni, hogy mit akarunk. Milyen lényt akarunk a birodalmunkba, és amire van pénzünk, illetve ki tudjuk elégíteni a szükségletét, azonnal meg tudjuk vásárolni. Tehát itt van egy ork, és ha rányomunk, akkor azonnal kapunk egyet. Ott van. Die es mit vielen Gegnern aufnehmen konnten.
Jedoch zeigten sie eine große Anfälligkeit gegenüber Fernkampfangriffen. Na igen, ők közel harcban jók. Harcosok, de csak közel harcban tudnak bármit is csinálni. És a másik jellemzőjük, hogy ők hát gyakorlatilag nem kicsinosítják a otthonunkat. Most lehet látni, hogy kalapálják a falat. Gyakorlatilag ők megerősítik a falat. Ugye ez a reinforcing. Dungeon Keeperben ugye reinforce-nak hívták, amikor az impek megerősítették a falat. Itt ezt a szerepet az orkok töltik be. Nem az impek. Ilyen fa, így lehet látni, ezt már megerősítette. Ilyen fadeszkákkal megerősíti. Meg ott. És akkor... hát meg ki is csinosítják, igen, lesz plusz világítás például. De hát mondjuk ezeket a falakat mondjuk idézőjelben hiába reinforce-olja, mert ugye ezeket alapban nem lehet kiásni. De jó, oké, kicsinosítja nekünk a szobákat. Hogyha nincs éppen veszély, nem kell harcolni, akkor végülis miért ne? Csináljon, amit akar, amíg nem balhézik. És akkor ide is, hogy ugye összesen 5 orkot kell hát vennünk, felbérelnünk. Itt van 2 ajtó, ez pedig itt a csapda. Ez egy olyan csapda, hogyha érkezik egy ellenfél, akkor igen, így elkezd pörögni. És ezek a láncon lógó fém, tüskés fémgolyók így csapkodják az ellenfelet. Viszont nem instant kill, annyira nem realisztikus, de azért jó kis damage-et tud csinálni. És akkor itt lehet látni, hogy éppen hol tart a következő hordó készítése. Ugye itt az orkoknak kizárólag csak sörre van szükségük. Semmilyen más ellátmány nem igényelnek, közben ezt itt kikapcsolom. Ja igen, mielőtt elfelejtem, ha már pénz. Itt lehet látni, hogy éppen összesen mennyi pénzünk van, mennyi az összes kapacitásunk, vagy mennyi a maximum, amit ugye el tudunk tárolni. Valamint lehet látni, hogy a Cálenda Zolt Pro cáltág 70, illetve cáltág in. Itt is van fizetésnap, csak úgy, mint a Dungeon Keeper 2-ben. Jelenleg ez még nem triggerelődött, tehát most még gondolom a tutoriál miatt feltételezem, pedig simán el tudnánk látni őket. Na mindegy. Amikor van fizetésnap, akkor ott a cáltág in az utolsó sorban megy egy visszaszámláló. Azt hiszem 5 vagy 10 percenként van, nem is tudom így hirtelen. És utolsó előtti sor írja, hogy mennyibe kerül az éppen aktuális fizetésnap, ez csak 70 aranyban van, 2362, tehát semmilyen problémát nem okoz. A lény menedzsment a meglévőknél úgy néz ki, hogy ide rákattintunk, így, és akkor láthatjuk az összeset. És akkor lehet látni, hogy melyikük éppen mit csinál, az egyik ugye sört főz, a többi az, hát lümet, untétik herom, gyakorlatilag, vagyis nem csinálnak semmit. De amikor nem csinálnak semmit az impek, akkor jönnek hozzánk imádkozni, ez látható itt. Plötzlich wurde einer der Diener des abstoßenden Bösen sehr durstig. Typisch für ein Mitglied der unanonymen Alkoholikertruppe namens Horde. Der Schluckspecht machte sich auf den Weg in die nächste Brauerei, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ein durstiger Ork hatte die Brauerei erreicht und machte sich dort begierig und geifernd über die Biervorräte des alkoholhortenden Bösen her. Igen, most azt mondta ugye, hogy a ork, az egyik orkunk elment inni, azt éppen láttuk. Felemel egy hordot, és akkor adj neki. Aztán csinos ingetje tovább a birodalmunkat. Oké, tehát a lény management, ahogy mondtam, hogy bármelyiküket föl tudjuk szedni azonnal, egy kattintás, így. És akkor bárhol le tudjuk dobni, így.
orkoknál ugyanígy, minden lényfajtától függően ugye így kat... aber der Erzähler muss ja auch von irgendwas leben. Deshalb nun eine kurze Werbedurchsage. Kauft Spiele von Calypso. Viele, viele, viele. Danke. Werbung Ende. Van, igen, vannak ilyen kis poénos beszólások, aminek az égvilágon semmi köze a játékmenethez, illetve az egész játékhoz sem. Ez is egy ilyen volt, ugye, hogy a narrátornak is élni kell valamiből, ezért egy kis reklám. Vásároljatok sok-sok Calypso játékot, sokat-sokat, vége a reklámnak, ja. Sok-sok ilyen frappáns beszólás van amúgy. Én szerintem ez tök poén, meg tök jó pofa. Nagyon tetszik. Tehát... lényfajtáként vannak itt kategorizálva. És itt látható, 15-ből 7, az azt jelenti ugye, hogy... hát ugye ez a... hogy mondják, ez a... hely ugye, tehát hogy összesen jelenleg 7 lényünk van. De vannak olyan lények, ugye, ami több helyet igényel. De Völkerungspunkt, ugye, németül. Az orkok amúgy, itt írja is, hogy Völkerungspunkt 2, vagyis 2 helyet igényel. Lehet is látni, ugye, 5 Schnodelling, tehát 5 imp, ők egyet igényelnek, itt lehet látni, tehát 15-ből ugye 5-öt elvisz az 5 Schnodelling. És még egy ork pedig 2 ilyen pontot elvisz. Úgyhogy ezzel is mindig ügyesen kell kalkulálni. Természetesen már későbbiekben ezt is bővíteni tudjuk. De először vegyünk akkor még orkokat, bőven van rá pénzünk. Es ist Zahltag. Ein unheimlicher Gong dröhnte durch die Hallen. Er bedeutete nichts Gutes für die Schätze des ultimativen Bösen, denn mit jedem Gongschlag würden sich seine Kreaturen ihren unverdienten Sold abholen. Es gab wenig, was es dagegen tun konnte, da es an den Thron gefesselt war und somit musste es den Gelüsten seiner Diener freie Hand lassen. Vorerst. Das schneckengleiche Böse war langsam, sehr langsam. Es dauerte nahezu Äonen, bis es auch nur einen Teil der Ork-Armee aufgestellt hatte. Glücklicherweise fielen just in diesem Moment einige Orks vom Himmel, um seine Armee zu verstärken. Dies war ein Wunder und hatte keineswegs etwas damit zu tun, dass ein gewisser Erzähler äußerst gelangweilt war und den Prozess beschleunigen wollte. Ein verlauster Ork kroch aus der Tiefe herauf und unterwarf sich dem ultimativen Bösen. Der erste Schritt zu einer kampfkräftigen Armee war getan. Der Dungeon des expandierungswütigen Bösen wuchs und gedieh. Allerdings hatte es das Maximum an Bevölkerung erreicht, das es derzeit kontrollieren konnte. Nun würde es zunächst eine Kreatur ins bodenlose Loch werfen müssen, ehe es eine andere anwerfen könnte. Das tiefgründige Böse hatte nun genug vom Dungeon Sightseeing und wollte nun an die Oberfläche ziehen, um ein Gericht zu probieren, das am besten kalt serviert wird. Rache! Sicher würden einige Angehörige der Allianz den Zugang zur Oberwelt bewachen. Eine feine Vorspeise für das rachsüchtige Böse. Na igen, most sok mindent mondott. Ugye ennyit tudunk maximum kontrollálni, amit korábban is mondtam. És itt is fel tudunk áldozni lényeket. Tehát akire nincsen szükség, azt ugyanúgy be tudjuk dobni. Ugye a Dungeon Hardba így. Mit einem langgezogenen und schnell leiser werdenden verschwand die Kreatur in der Grube der Nutzlosigkeit. Diese Heimtücke zauberte ein Lächeln auf das Gesicht des ultimativen Bösen. Ezzel megkaptam az osztást, ugye, hogy nem csináltam meg elég gyorsan az 5 darab orkot, és hogy milyen csiga lassú vagyok. Hát, igen. Az egész játék folyamán így osztja az észt a narrátor, tehát a játékos rendesen megkapja az osztást, hogyha kicsit, hát, béna. Oké, tehát el kell kezdenünk ásni délfele. Elkezdünk ásni délfele. Ezzel itt leállhattok.
És akkor, hát akkor veszünk még egy orkot. Auf der Suche nach einem Ausgang zur Oberwelt stießen die Kreaturen des namenlosen Bösen auf ein Spinnennest. Um dieses auszuräuchern, würde es mehr als einen Ork brauchen. Mit der Hand des Terrors griff das abgrundtiefe Böse sich mehrere seiner noch kampfunerprobten Kreaturen und warf sie auf das Spinnennest. Na, Pogok. Mühelos gingen die Spinnen zu Boden. Das strategisch versierte Böse klopfte sich selbst auf die Schulter, dass es eine Truppe so clever in die Schlacht geführt hatte. Und mit geführt meine ich, einfach über dem Gegner abgeworfen. Die Grundlagen eines Dungeons waren vorhanden. Doch die Brauerei war mickrig und bot kaum Platz, um Bierfässer zu lagern. Und die Schatzkammer machte ebenfalls einen winzigen Eindruck. Schnell machte sich das expandierfreudige Böse daran, seinen Dungeon zu erweitern. Hát jó. Akkor bővítsünk. Ezen nem újjon. Amúgy nagyon jól néz ki. A játék nagyon-nagyon szép. Ha jól tudom, a Unity Engine-re épül, de nagyon-nagyon szép lett. Főleg, hogy ilyen real-time shadows van, ilyen real-time árnyékot lehet látni, hogy ahol világít, annak megfelelően dobja a dinamikus árnyékot az adott tárgy. Tök jó. Jó, tehát itt is csinálunk egy kincstárat. No problemo. Vagy null problemo. És rákattintok, lehet látni, hogy az adott kincstár mennyi pénzt bír el. Összesen 5800. Tehát az összes kincstár plusz a főépület együtt. És későbbiekben majd ezt a főépületet is lehet majd fejleszteni, és akkor új képességek, új lények, új varázslatok jöhetnek. Most még varázslataink nincsenek is, azt majd, de az majd később lesz. 350-be kerül a fizetésnap. Hát el kéne kezdeni pénzt szedni, mert fogy. Meg összetve a Brauerei. Ezt növeljen meg! Mi? Ezt miért és hova növeljem? Maximálisan kiépítettem. Miért növeljem meg? 54 hordó nem elég? Are you serious? Miért nem elég? Na várjunk csak. Itt benn mi van? Mert lehet, hogy akkor... Ide... Ó! Nocsak, nocsak, nocsak. Lehet, hogy ideépítem az új sörfőzdét. Nem tudom, hogy most miért kell ilyen nagyot csinálni, na mindegy. Megépítjük, ez kész. Ezeket amúgy... nem lehet... Jaj, nem téged akartalak! Igen, föl lehet venni a hordókat is. Ez tök jó dolog. Aztán ezeket el lehet adni amúgy.
Na most vannak ilyen kis... Beim sinnlosen Graben durch den Untergrund stießen die Schnodderlinge auf einen kleinen Raum, in dem sich ein Heiltrank befand. Das ultimative Böse konnte eine seiner verwundeten Kreaturen darauf abwerfen, um sie zu heilen. Daher Heiltrank. Jaj. Igen, hát ez egy gyógyital. Bármely kreatúrára rá lehet dobni, aki megsérült, és akkor azonnal meggyógyult. Ezek a kis könyvek pedig hát különleges képességek, meglévő képességek továbbfejlesztése. Ez itt konkrétan Regeneration Rate 2. Regenerálódás képesség, hát az egyik orkunknak odaadjuk. Tessék! És akkor... Hát az teljesen mindegy. Hol van az egy? Tessék! Nem pont rádobtam, mindegy. Ide akkor... Kibővítjük a sörfőzdét. Csak most ugye azzal is számolni kell, hogy most van négy ilyen főzőgép, 1, 2, 3, 4, és ilyenkor négy impet veszel. Ezért szerintem az egyiket el is adom. Nem tudom. Á, de így el lehet adni, igen. Ezzel a gombbal el tudjuk adni, így, és akkor mivel felszabadult hely, így még több hordót lehet tárolni. Na, ásunk tovább, közben délfelé. Hát ezt itt, akkor kiássuk. Itt lesz most bőven helyünk. Bőségesen. Igen, nagyon-nagyon sok hasonlóság van a Dungeon Keeper 2-höz. Ugye, hogyha az orkok mondjuk sokat csatáznak a felszínen. Das Böse ist erwacht. Doch die Brüder schlafen noch. Hm? Was war das denn? Hm. Das stand überhaupt nicht in meinem Skript. Hm. Komischer Kauz. Egal. Wir wollen uns dem Dungeon widmen. War doch ein Vorlatz. Es ist Zahltag. Nem volt benne a forgatókönyvben. Nem baj. Van még elég? Aha, 350. Jó. Jó, mindjárt kiásom ott azt is. Lehet, hogy előbb még kicsit fel kéne tölteni a kincstárat pénzzel, mert... Hogyha katonák nem kapnak fizetést, akkor bizony itt is ugyanazt történik, mint a Dungeon Keepernél, hogy egyszerűen elkezdenek sztrájkolni, és ha nagyon sokáig nem kapnak, akkor mérgesek lesznek, és utána, hát nem veszük semmi hasznukat. Van még 5 percünk a következő fizetésnapig. Na, gyertek!
Játékmenet. Ein merkwürdiger Geruch breitete sich im Dungeon des ultimativen Bösen aus. Es schwor sich in Zukunft, weniger blähendes Gemüse zu sich zu nehmen. Jó. Mit akartam mondani? Elterelte a figyelmemet. Aus der Dunkelheit schälte sich eine gewaltige Monstrosität auf 8 Beinen. Die menschlichen Wächter dieses Dungeons waren wohl schon seit längerem Vergangenheit. Nun herrschte hier eine riesige Spinne mitsamt ihrer Brut. Würden Sam und Frodo ihr entkommen und ihre Reise zum Schicksalsberg fortsetzen? Oder sollte dies das Ende des Ringträgers... Oh, Moment, falsche Stimme, falscher Text. Wo waren wir? Ach ja, eine riesige Spinne, im Folgenden die Spinnenkönigin genannt. Es galt, die Spinnenkönigin zu beseitigen, bevor die Horde an die Oberfläche gelangen konnte. Die Spinnenkönigin sandte eine Welle ihrer Kinder aus. Selbstverständlich war sich das ultimative Böse dieser Gefahr bewusst und machte sich sofort zur Verteidigung bereit. Gut, wenn das mal gut geht. Hey, hova mentek? Na kérem! Remélem, meg tudják ölni ezt a nagy disznót. Ez hatalmas nagy dög. Az egyik oda veszett. Widerwärtige Abartigkeit namens Spinnenkönigin hatte der Horde nichts entgegenzusetzen. Später würde das feinfühlige Böse aus ihren Innereien eine Lavalampe anfertigen lassen. Der Weg an die Oberfläche tat sich auf. Nun war es an der Zeit, die Rachepläne in die Tat umzusetzen. Das niederträchtige Böse wollte an dieser Stelle unheilvoll lachen, doch sein körperlicher Zustand ließ dies nicht zu. Stattdessen bat es den Erzähler darum, ein unheilvolles Gelächter an seiner Stadt anzustimmen. Na gut, dann mal los. Victory, vagyis győzelem. Ez lett volna tehát az első pálya, ami egyébként ugye a tutoriál volt. Es war geschafft. Abermals stand die Armee des ultimativen Bösen vor den Toren Königs Schlunz. Die letzten Helden der Allianz hatten sich irgendwo in den Tiefen, nachdem sich das ultimative Böse aus den Tiefen befreit hatte, reiste es, an den Thron gefesselt und mit der tragkräftigen Unterstützung seiner Schnodderlinge, weiter, um schreckliche Rache an denen zu nehmen, die ihm das angetan hatten. Sein erstes Ziel war der Paladin Robert, mittlerweile König der Allianz. Er hatte sich auf sein Jagdschloss zurückgezogen. Dort war er die perfekte Zielscheibe. Na igen, ez lesz a második küldetés. Ennyit szerettem volna a bevezető, illetve a bemutató első részében mutatni. Szeretnék majd még egy epizódot mutatni, mivel a játéknak csak az egyik felét láttátok most. Ugyanis ebben a játékban fel lehet menni a felszínre, és a felszínen kell osztjuk az észt, illetve legyőznie ugye a jókat, mivel ugye mi vagyunk a gonoszak. És azt akkor meg szeretnék mutatni a következő részben. Az is nagyon-nagyon jó pofa lett. Gyakorlatilag hát mondhatni egyfajta ilyen Warcraft-szerű RTS-be vált át. Hogyha érdekel, tartsatok velem a következő részben, és akkor megnézzük, hogy a Robert nevű Paladinnak a baját el tudjuk-e majd látni. Remélem tetszett ez a játék, illetve ez a kis bemutató. Én nagyon-nagyon jó Dungeon Management RTS ez amúgy,
bárkinek bátran ajánlom. A német nyelvet senki ne jegyen meg, ugyanis természetesen angol szinkron, angol nyelv is van hozzá. Steamen ki lehet választani a mindenkinek a megfelelő nyelvet, ki tudja magának választani. Csak azért szeretem volna, több okból szeretem volna a németül bemutatni. Az egyik oka ugye, hogy mindenhol az összes YouTube csatornán angolul mutatják be, tehát hogy ha angolul érdekel a játék, akkor mindenhol máshol megtaláljátok angolul. De én szeretem volna megmutatni a német szinkront is, mert szerintem nagyon-nagyon jó lett. Annak az egyik oka az ugye, hogy a Ramforge Studios, a fejlesztő csapat, ugye müncheni csapat, tehát egy német fejlesztő cégről van szó, ugye a Calypso is egy német kiadó, és a Calypsohoz tartozik, a Calypso egyik saját stúdiója, a Ramforge, és hát a Calypsohoz tartozik ugye a Dungeons, mint IP, mint franchise, és... Ja, hát és ennyi egyelőre, tehát akkor a következő részben felmegyünk a felszínre, és tartsanám akkor is. Remélem tetszett ez a videó, illetve a játék, ha igen, nyomj egy lájkot, és innen folytatjuk. Sziasztok!